Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tovább fejlesztették az óvodát, a szekszárdi német nemzetiségi intézményben minden évben újabb beruházás valósul meg. Új polgármester, régi tervek, Mőcsényben folytatódik a falufejlesztés. Ingyenes képzések Tolna megyében, burkoló, gipszkartonszerelő és a szigetelő szakmákat sajátíthatják el a résztvevők. Húscsapat 20 féle lecsót főzött, népszerű a dombóvári gasztrofesztivál. Kormányzati támogatásból újították fel a szekszárdi német nemzetiségi Wunderland óvoda fűtési rendszerét. Az intézményben a mostani fejlesztéssel egy évek óta tartó beruházási folyamat ért a következő fázisához. Német viseletben mutatták meg a gyerekek a táncokat, amiket az elmúlt hónapokban tanultak. Így ünnepelték az óvoda fejlesztését. Pályázati pénzből újították fel a fűtésrendszert, korábban a radiátorokat már újakra cserélték itt, most pedig egy hőszivattyús rendszert építettek ki. Így az intézmény a városi fűtőműtől teljesen függetlenül oldja meg a hőellátását. Folyamatosan igyekszünk és törekszünk arra, hogy a lehető legjobbat, és nyilván a fenntartónak is az az érdek, és az a fontos, hogy minél költséghatékonyabban tudja működtetni az intézményét, és az idejáró gyerekeknek, a szülőknek pedig az, hogy biztonságos, jó helyen, családias környezetben nevelhessük a gyermekeket. Az óvodát fenntartó szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat évről évre pályázik a kormányzatnál annak érdekében, hogy az intézményt folyamatosan fejlesszék. 2005-től fenntartója tulajdonképpen az önkormányzat ennek az intézménynek, és minden év megvalósult olyan jellegű fejlesztés, ami moderné és olyan feltételrendszerek kialakítását tette lehetővé, amelyek között biztonságos a gyerekek nevelése és a nevelők jelenléte is. Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az oktatási intézmények energetikai korszerűsítésére. A szekszárdi Wunderland óvoda és a helyi német nemzetiségi önkormányzat pedig tudott élni az ehhez rendelkezésre álló lehetőségekkel. A magyar kormány részéről mindent megteszünk a lakossági energiáraknak a támogatásában, de másik oldalról pedig az intézményeknél azon felújítások érdekében tettünk meg nagyon sok lépést, és szerintem a jövőben is, amelyek az energetikai áraknak, illetve hát a kibocsátásnak a csökkentését tudja célozni. A szekszárdi Wunderland óvodába közel 200 kisgyerek jár. A Bonhárder Nachrichten megalapításának 15. évfordulóját ünnepelték a bonyhádi Perzell kúriában szombaton. Ez Tolna megye egyetlen német nyelvű újságja. A hiánypótlólapot 2007 óta szerkesztik a Völgységi városban, és évente háromszor jelenik meg. Lón Zsuzsanna alap főszerkesztője elmondta, boldogok, hogy ilyen szép kort megért a kiadvány, amiben a Bonyhádon és környékén élő magyarországi németek életéről, történelméről, az egyesületek és csoportok tevékenységéről és eredményeiről is olvashatnak, akár már online is. Nem vagyunk szűklátókörűek, hogy csak ami a német, hanem ami a városban, illetve a környékén, mert Völgységi, tehát a nevében az szerepel, hogy in und Bonhárd, tehát Bonyhádon és környékén. De ha valamilyen országos rendezvény van, tehát a magyarországi német önkormányzatok napján januárban, akkor természetesen arról is beszámolunk. Tehát azért nem csak szűken, hanem kicsit tágítunk is. A vártnál is jóval többen hagyták a népszámlálási kérdőív online kitöltését az utolsó napokra. Eredetileg október 16-án éjfélig lehetett önállóan az interneten kitölteni a postán megkapott 12 jegyű belépési kód megadásával. Azonban a nagy érdeklődés miatt a KSH úgy döntött, meghosszabbítja az online adatszolgáltatási időszakot, vagyis a kérdőívet október 19-én délelőtt 10 óráig lehet az interneten kitölteni, így
mindenkinek lehetősége lesz önállóan online megválaszolni a népszámlálási kérdéseket. Az internetes lehetőség továbbra is a legegyszerűbb, leggyorsabb és legkényelmesebb módja a válaszadásnak, de aki a meghosszabbított határidő ellenére sem él ezzel, őket majd számlálóbiztosok keresik fel az otthonukban a népszámlálás személyes lekérdezési szakaszában. Ez év áprilisában hunyt el Krahun Elemér Mőcsény polgármestere, aki 1998 óta vezette és fejlesztette a települést. Utódjául Salgó Ivettet választotta a település, aki az egykori polgármester mellett tanulta a közigazgatás fortéjait. Célként azt tűzte ki maga elé, hogy tovább folytatja a település fejlesztésében megkezdett utat. Szeretem ezt a települést, és szeretném elősegíteni a fejlődését. Salgó Ivett ezért hajlott arra évekkel ezelőtt már, hogy az egykori polgármester kiszemelt utódjaként kövesse Krahun Elemért, és tovább vigye a fejlesztési elképzeléseket. Közel 25 évig volt a polgármesterünk, ez alatt igazából a falu szinte egésze megújult, és ezt szeretném megőrizni, és nem elveszni hagyni. Mőcsényben nincs se óvoda, se iskola, a település egyik részéről öregszik, miközben egyre többen költöznek ide. Az eladásra kínált ingatlanok hamar gazdára találnak. A kínálkozó pályázati lehetőségeket kihasználva a folyamatos fejlesztés a cél, mondja Salgó Ivett. Idén megépült a település központjában az az útszakasz is, mely a távolsági buszok megálló helyéül is szolgált. Idén fölújítottuk a művelődési házunkat, fűtését korszerűsítettük, nyert még pályázatunk a Zsibriki út, hozzánk tartozó település Zsibrik, a bekötő útnak a felújítására, ez jövő tavasszal fog elkezdődni. A további tervek a helyi játszótér korszerűsítéséről, valamint a temetőben egy urnafal megépítéséről szólnak. Salgó Ivett azt mondja, sok fiatal él a településen, akik úgy döntöttek, nem költöznek el innen, ugyanakkor azt is reméli, a jövőben egyre többen lesznek, akiket ide vonz majd a falu szépsége és nyugalma. Ingyenes felnőtt képzésekről tartott tájékoztató fórumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet a Tolna megyei Szakképzési Centrum két intézményével együttműködve indít vállalkozásoknak burkoló, gipszkartonszerelő és szigetelő szakmákban egyéves oktatást. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarának túl azon, hogy szerteágazó szakképzési és felnőtt képzési feladatai vannak, a szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megye vállalkozásainak munkáját figyelemmel kísérje és elősegítse azok fejlődését. Ezért ezúttal a Tolna megyei Szakképzési Centrummal együttműködve indítanak ingyenes képzéseket, amelyről tájékoztató fórumot is szerveztek. Megjelent a 34/2021 évi ITM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítéseket előíró jogszabály, amely kimondja, hogy a szakmai edzék szerinti szakképesítés megléte nélkül 2024. január 1-től már nem lehet az egyes tevékenységeket végezni. Vagyis ha például egy vállalkozás burkoló tevékenységet végez, akkor mindenképpen kell olyan alkalmazottnak lennie a cégben, aki rendelkezik az ehhez szükséges képesítéssel. Ezért kerestük meg a szakképzési centrumot, hogy velük együttműködve három szakma tekintetében elindítsuk az ingyenes képzésünket felnőtt képzés keretében. Ez a három szakma a burkoló, a szigetelő és a szárazépítő szakmák. Két szakképző intézmény vállalta fel a képzéseknek a megszervezését és lebonyolítását. Pakson az Első István szakképző intézmény, illetve Szekszárdon az Ady Endre technikum és kollégium. A felhívás sikeresnek bizonyult, ugyanis 52 fő jelentkezett az egyéves képzésekre, amelyek október 24-én veszik kezdetüket. Az április 15-e és szeptember 30-a közti védekezési szezonban 99 napon kellett összesen 212.091 üzemórára bekapcsolni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklő rendszert, összegezte hétfői közleményében a NAK. Az ország 986 pontjáról 219 automata és 767 manuális talajgenerátor segítségével minden évben több 10 milliárd forint kárt előz meg a rendszer a mezőgazdaságban. Emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket,
ingatlanokat és ingóságokat is véd. A generátorokat idén az április-júniusi időszakban jellemzően főleg a Dunántúlon kellett működtetni az esetenkénti heves zivatarok miatt. A nyári, szinte egész Európát sújtó, történelmi mértékű aszály miatt július-augusztusban sokkal kevesebb szer és alapvetően csak helyi jelleggel volt jégveszély, ami miatt csak kevésszer volt szükség a generátorok üzembehelyezésére. Szeptemberben a megszokottnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott az országban. Ebben a zivataros időszakban 14 napon kellett bekapcsolni a generátorokat. Szeptemberben nem kevesebb, mint 35.009 órát mentek azok. Nem tetszett a rendőröknek a házilag tuningolt automatuzsálem. Az egyenruhások Bonyhádon állították meg a szemmel láthatóan jelentős átalakításon átesett több tíz éves piros ladát. Kiderült, hogy a futóművét nagymértékben leültették, ezen kívül a kerékagyakat átalakították tőcsavarosra. A jármű alól emiatt kilógtak oldalirányban annak kerekei, így a közlekedésben való részvételek közvetlen balesetveszéllyel jár. Az autó elejére pedig egy körülbelül egy méter széles fényhidat szereltek fel. A kocsi sofőrje és egyben tulajdonosa egy 27 éves helyi férfi nem tetszését fejezte ki az intézkedés miatt. Mikor azonban a hatóság munkatársai a jármű átalakításával kapcsolatban kérték az engedélyeket, semmit sem tudott átadni a járőröknek. Kérték az autó forgalmi engedélyét is, melyről a sofőr elfelejtette, hogy hova tette, ezért átadni a rendőröknek azt sem tudta. A rendőrök szabálysértési eljárást kezdeményeztek és jelezték a közlekedési hatóságnak is, hogy a kocsit feltehetően engedély nélkül tuningolták. Finom falatok és zeneszó lengte be a Dombóvári Helytörténeti Múzeum udvarát. Az elmúlt évekhez hasonlóan október 15-én újra megrendezték a Dőri Lecsó Fesztivált, ahol 20 csapat bográcsában főttek a finomabbnál finomabb ételek. A hozzávalókat idén is az önkormányzat állta a nevezőknek. Én először a szalonnát pirítom meg, azon megpárolom a hagymát, és én utána mindjárt a paradicsommal kezdem, hogy elfőjön. Van, aki így készíti a lecsót. Ahány bogrács, annyi féleképpen főttek az ételek a Dombóváron megrendezett Dőri Lecsó Fesztiválon. A város legnépszerűbb gasztroeseménye a Helytörténeti Múzeum udvarán kapott helyet, ahol 20 csapat munkálkodott azon, hogy az övék legyen a legfinomabban elkészített étel. A két csoportban 30-an, durván 10-15-en. Egy-egy brigád, meg két brigád van, ez a kertbarát, toknak a csapata, és két főzővel mesterkedünk. A Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás most, mint zsűritag vett részt a kulináris eseményen. Mint mondta, egyrészt dombóváriként is örült a felkérésnek, másrészt szereti is az ehhez hasonló megmozdulásokat. Itt nagyon sok emberrel az ember kapcsolatba kerül, polgármesterekkel, településvezetőkkel, de egyszerű átlagpolgárokkal is. Nagyon feldobott a látvány, hiszen nagyon sok csapat van, rengeteg finom illat. Aki a lecsót szereti, az ma kiélvezkedhet itt a dolgot. Én megeszem, de nem vagyok a nagyon nagy barátja, de ugye meg kell mérni, hogy ki a legjobb, és ebbe próbálok majd segítkezni. A lecsófőzésre a csapatok részére a hozzávalót az önkormányzat biztosította, de mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy saját igényei szerint alakítsa az elkészített ételt. Azonban az ahhoz szükséges hozzávalókat már mindenkinek magának kellett beszereznie. A szeptemberben kezdődött kézilabda NB2-es bajnokság 5. fordulójában is maradtak veretlenek a fekete gólyák. A dunaújvárosi DKK a U22-es csapat ellen folytatott küzdelemben 5 góllal győzték le az ellenfelet. A fekete gólyák csapata veretlen maradt az idei NB2-es versenyszezon 5. fordulójában is. Jelenleg a szekszárdi klub áll a tabella élén. A lányok pedig hétvégén ismét bizonyíthattak a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ellen, akiket egy küzdelmes meccs során 29-24-re megvertek. Egy dunaújvárosi utánpótlás volt az ellenfél, nem rosszak. Egy picit azt hiszem, hogy a játékosaink is úgy gondolták, hogy lehet lazítani, nem annyira veszedelmes az ellenfél, megszenvedtünk,
De hát azért így is 5 góllal sikerült megnyerni a meccset, ami mindenképpen elégedettségre ad okot. A mutatott játék képe az nem feltétlenül, tehát azon azért van mit javítani. Az idei szezonra átalakult kerettel készült a Fekete Gólyák csapata, hiszen voltak, akik távoztak a klubtól, az érkező oldalon viszont csatlakoztak helyettük új játékosok. Akár a Kavecki Edinát, akár a Farkas Anitát nézzük a visszatérők közül, jól szálltak be a játékba, tudtak segíteni a csapaton, és a fiatalok közül is volt egy-két olyan teljesítmény, amire tényleg azt mondom, hogy elégedett lehet az edzőjük is, meg a játékos is, meg hát természetesen én is. A Duna újvárosiakkal folytatott küzdelem után most pár hét szünet következik, majd november 11-én itthon egy rangadón állnak újra pályára a Fekete Gólyák a nagyatádiak ellen. Regionális híreink következnek. Rezsicsökkentő fejlesztéseket akarnak, kritika a pécsi városházi tervezetről. Ezüst gazdaság, szépkorúak a munkaerőpiacon. Könyvtári érzékenyítés, különleges programmal készültek Kaposváron. Nem elég hatékony a baloldali városvezetés energetikai cselekvési terve, mondta a polgári oldal képviselője pénteken. Kővári János szerint olyan fejlesztésekre lesz szükség a következő években, melyekkel valóban csökkenthetők Pécs rezsiszámlái. Ugyanakkor érthetetlen a politikus szerint, hogy miért nem üzemel a már megépített naperőműpark. Ez már az elmúlt 3 évben is jelentősen csökkenthette volna Pécs elektromos áramigényét. Szeptemberben még leszavazták, októberre csak elkészítette a városvezetői baloldal a pécsi energetikai cselekvési tervet, valószínűleg a kormány felszólítására, mondta pénteken az ÖPE képviselője. Kővári János szerint azonban ez nem hoz valódi megtakarítást az önkormányzat rezsiszámlájában. A kormány is megszólította az önkormányzatokat, hogy energiamegtakarítási tervet készítsenek, ezért el is készült mostanra egy úgynevezett 104 pontos terve a városnak, de ebből a 104 pontból gyakorlatilag 90%-át az intézmények írták, és az ezekből való megtakarítás azért nem lesz 6 milliárdos, amit egyébként jegyeznek kiadásként, többletkiadásként ebben az anyagban. Ez a 3 naperőmű a pécsi füzesdűlőben. Ezek miért nem működnek, kérdezte a szeptemberi közgyűlésen a politikus. A kérdésemre az a válasz jött, hogy a napelemparkok, amik elkészültek most már lassan 3 éve, miért nincsenek bekötve? Az volt a válasz, hogy erre eddig nem volt lehetőségük. Ez nem így van, utána jártunk, már régen meg lett volna lehetősége annak, amit ebben az anyagban most nevesítenek, hogy a Tettyeforrásház vezetékére rákössék, és ebben az esetben ugye a több százmilliós energiaszámla jelentős mértékben csökkenthető lett volna már eddig is. A városi sportcsarnok energetikai korszerűsítése pedig el sem kezdődött, pedig erre már 2018-ban kapott pénzt az önkormányzat, mondta a Kővári. A képviselő szerint a fejlesztési pénzeket energetikai korszerűsítésekre kell fordítani a jövőben Pécsett. Olyan energetikai megtakarítási programot finanszírozni, ami nem csak a mostani helyzetet kezeli, hanem a következő években is több milliárdos megtakarítást jelenthet majd akkor, hogyha egyébként az áram és a gázára visszatér az eredeti vagy ahhoz közeli állapothoz. Mert nem ezt láttuk a fejlesztési tervekben, ugye megint libegőről, nem tudom, zöld parkról a pécsi vízvölgyében és sok minden olyan jóléti programról esett szó, amik újabb kiadást jelentenek, és nem energetikai megtérülést. Még 2012-ben készült egy felmérés, hogy melyik önkormányzati intézményt, épületet kell felújítani energetikailag. Ezt kellene elővenni a képviselő szerint, a városba érkező majdani EU-s forrásokat pedig erre kell felhasználni. Jövedelmező fejlesztési irány lehetne Baranyában az ezüst gazdaság. Erről beszélt stábunknak a témában kutató szakember. A helyi iparkamara az egyetemmel, cégekkel, szervezetekkel azt kutatja egy program keretében, hogy mennyire segíteni a helyi vállalkozások erősödését ez az iparág. Az ezüst gazdaság az idősebb korosztályokra, nyugdíjasokra épít. Baranya megye adottságai jók, hogy itt töltsék az aktív öregkorukat az emberek. Az iparág egyébként csak Európában több ezer milliárdos bevételt jelent.
Tagjait köszöntötte az idősek napja alkalmából egy nyugdíjas szövetkezet Pécsen. A világnap miatt egész októberben ilyen ünnepi találkozókat szerveztek az ország több városában. A szervezet 5 éve nyújt munkalehetőséget, illetve közösséget az időseknek. Mi azt gondoljuk, hogy attól, hogy valaki nyugdíjba megy, nem ér véget semmi, hanem egy új dolog kezdődik, és több kutatás is igazolja azt, hogy a minőségi társas kapcsolatok ebben a korban rettentően fontosak, amit nálunk pedig megkapnak. Tehát mi ezt biztosítani tudjuk nekik, tagok a szövetkezetünkben, és egy remek közösség tagjai, amellett, hogy munkát vállalhatnak, és ki tudják egészíteni a nyugdíjukat. Könnyű betanított munkától kezdve a szaktudást igénylő mentorálásig több lehetőséget kínálnak a nyugdíjasoknak. Mellette a Szépkorúak hálózatával, illetve a szenior egyetemekkel is együttműködnek, hogy megfelelő programokat nyújthassanak. A szövetkezet jó példa az Ezüst Gazdaság egyik működési területének. Ezüst Gazdaság az az 55 év fölöttiekre fókuszáló gazdasági tevékenység. Szolgáltatásokat és termékeket fejlesztenek, vagy fejlesztenének a cégek az idősekre. Ugye ez az évtized az időseknek az évtizede, szóval 2027-30-ig, szóval még inkább fókuszban vannak az idősek. Éppen ezért indult el egy program a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, az egyetemmel és más partnerekkel, hogy felmérjék, milyen lehetőségek vannak erre Baranya megyében. Az adottságok jók, mondja az intézetvezető. Ez pedig hasznot hozhat az itteni vállalkozásoknak, ahogy egész Európában. 5000 milliárd eurót költenek az idősek, az 55 év fölöttiek különböző szolgáltatásokra Európa szerte, akkor látjuk, hogy óriási üzlet van ebben. Itthon Magyarországon is megvan az a réteg, aki meg tudja fizetni a különböző szolgáltatásokat, de ha külföldre is tudunk vonzani időseket, akkor az még ideálisabb lenne. Ugye, hogyha sikerülne ezt megvalósítani, akkor ez az egész régiónak jobb lenne, és a végcél, hogy ide jöjjenek emberek idősebb korukra jól élni, és a fiatalok itt maradjanak. Ugyanis az Ezüst Gazdaságban lehetőségük lesz munkát vállalni. Pécsen és környékén előny az egészségügyi intézményrendszer kiépítettsége, a termálfürdők, borvidékek. A szakember szerint azonban még hiányoznak azok a piaci alapon működő nyugdíjas házak, amelyek megfelelnek az idősek igényeinek. Játékosan, sok érdekes tapasztalatot szerezve ismerhetik meg az érdeklődők a látássérült emberek mindennapjait a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény ugyanis a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesületével közösen idén ismét meghirdette Láthatatlan Valóság elnevezésű programsorozatát. A korábbi évek tapasztalata az, hogy a kaposvári könyvtár Láthatatlan Valóság elnevezésű érzékenyítő programján pár nap alatt több száz fiatal vesz részt. Most már közel 10 éve aktívan csináljuk ezt a programot. Teltházas program, körülbelül 400 gyereket fogunk megmozgatni a 4 nap alatt. Nagyon fontos az érzékenyítés, hogyha annyit el tudunk érni vele, hogy a gyerekek kicsit átgondolják, kicsit jobban odafigyeljenek ezekre az emberekre, akkor már sikeres a részvétel. Jobb kezed a jobb oldalon. A Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete szerint nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló szemléletformáló, egyben ismeretterjesztő programokra, foglalkozásokra. A látás hónapjának apropójából igyekszünk felhívni a figyelmet a látássérültek életére. Ebben a programban megismertetjük őket a lehetőségekhez mérten azzal, hogy a látássérültek milyen nehézségekkel küzdenek. Örülünk, hogy egyszerűen csak látássérültekkel találkoznak, beszélgetnek, természetessé válik nekik az, hogy ilyen nehézségekkel küzdő emberek is élnek a környezetükbe. A gyerekek is azt mondták, olyan hasznos tanácsokkal lettek most gazdagabbak, amelyek nyomán később valóban segíteni tudják a különböző nehézségekkel élő ismerőseiket. Itt nagyon sok játék van, és így meg tudják játékosan tapasztalni, hogy mit éreznek azok az emberek, akik nem látnak rendesen. Ugyanakkor a felnőttek felelőssége is nagy abban, hogy a gyerekek megértően forduljanak embertársaik felé. Ezek a játékok is ilyen érdekességeket mondanak, hogy milyen egy vak vagy egy gyengéllátó élete, és hogy
mondjuk, hogy milyen nehéz, és hogy ezt én is megtapasztalhatom. A láthatatlan valóság a Fehér Bot nemzetközi napja köré szerveződve október 18-áig tapasztalható meg. Csoportok számára a részvétel regisztrációhoz kötött. Most pedig mutatjuk Főbb-Tolna megyei híreinket újra röviden. Tovább fejlesztették az óvodát, a szekszárdi német nemzetiségi intézményben minden évben újabb beruházás valósul meg. Új polgármester, régi tervek, Mőcsényben folytatódik a falufejlesztés. Ingyenes képzések Tolna megyében burkoló, gipszkartonszerelő és a szigetelő szakmákat sajátíthatják el a résztvevők. 20 csapat 20 féle lecsót főzött, népszerű a dombóvári gasztrofesztivál. Kedden helyenként ismét párás, ködös lehet a reggel, de napközben mindenhol sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható, nem lesz jelentős a légmozgás, a csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!